Bementek vele? Be, persze. Tibor, gyere be te is, akkor tudjad, hogy mi az, amit feltétlenül el kell mondani. Jó. Na, szóval üdvözlök mindenkit, ez a Kisbálint utca 3 szám alatt Szentesen vagyunk, és Csontos Dél Veronika vagyok, a látási sérültek Délalföldi Egyesületének a vezetője. És ez a mai nap, ez egy érzékenyítési nyílt nap. Az anyák, apák és gyermeknap keretein belül szerveztük meg. Ilyen lehet vakon tévézni. A sötét szoba is része az érzékenyítésnek, amelyen a látássérültek a mindennapi nehézségeikre kívánták felhívni a szentesiek figyelmét. Azt tudja átérezni, mivel az egész, hogy milyen vak embernek az élete. Aki nem tudja átérezni, az igazán nem tud miről beszélni. Hogyan lehet tájékozódni a korom sötét szobában, miként kell kenyeret kenni, kiválasztani a megfelelő fűszert a vasárnapi ebédhez, vagy ellenőrizni, rendben van-e a vércukorszintünk. Persze mindezt vakon, vagyis sötét kendőben. Annyi segítséget kapsz, hogy a sarkát kibontom a sajtnak. Én tudom. Akkor nagyon. Hí, de remekül sikerült ez, kérem szépen. Rebeka nem először veselkedett a feladatnak, és bár nagyon ügyes, van mit gyakorolni. Hogyha én vak lennék, biztos, hogy kellene egy kis segítség. Ezért is nyílt meg lassan egy éve a látássérültek Délalföldi Egyesületének irodája a Kisbálint utcában. Nem csak szentesiek, a környéken élő kis településekről is járnak ide. Közel 40 gyengénlátó és vaktársuknak tudnak segíteni. Több kérdéssel fordulnak hozzánk, ha tudunk, segítünk, elkísérjük őket például fénymásolni, kormányablakhoz elkísérjük, volt, amit már elintéztünk nekik, és örültek. Sokan élnek egyedül, ők idézőjelben csak beszélgetni jönnek. Mi a jó ebben az irodában? Miért tetszik ide járni? Hogy mondjam, mint látássérült a többiekhez. Jó a hangulat, megértjük egymást. Persze mindent ők sem tudnak elintézni, hiába a fehérbot és a vakvezető kutya, ha a járdák többsége egyenetlen és buckás. Julika néni a Villogó utcából jár be az irodába, egyre nehezebben. Nagyon rosszak, hepe-hupás, tehát a lehető legrosszabb. Elhanyagolt, évtizedek óta szinte nem volt csinálva, főleg a fűsőbb részen. A központban a kerékpárú nagyon rosszul van összehozva, mert a zebrán az autósok jobban átengedik a gyalogosokat, mint fönt a járdán a kerékpárosok. A szombati nyílt napon a város alpolgármesterét is érzékenyítették a témára, Demeter Attila szerint dermesztő az élmény, de hasznos. A városnak fontos az, hogy azok, akik fogyatékkal élnek, jól érezzék magukat, és ugyanolyan értékes emberekként éljék az életüket, mint az egyébként idézőjebben nem sérült állampolgártársaik. Ezt azzal is bizonyítják, hogy a fiatal alig 2 éve alakult egyesület neki jelképes, néhány ezer forintos bérleti díjért adták oda a Kisbálint utcai ingatlant, ahol az egyesület elnöke sorstársaiból szervezett közösséget. Csontos Dél Veronika több mint 10 éve a cukorbetegség szövődményeként veszítette el látását. Később életmentő műtétre volt szüksége, transzplantált vessével és hasnyálmiriggyel él. Az egyesület több irodát működtet a térségben. A szombati gyereknapra Makóról, Hódmezővásárhelyről és Szegedről is jöttek vendégek. Köztük a Licsicsányi család. Anyuka és a 2 kisebbik gyerek. Húzz vissza létszős a papírt, jó? Oké, okay. És told, a sorvezetőt told előre. Állj! Viki értelmi fogyatékos és egyáltalán nem lát, a Kurca TV feliratot anyukája segítségével pötyögte be a speciális írógépbe. Bogi 20%-ban látó, végtag hiánnyal született, rendkívül mozgékony kislány, már egy ideje tolókocsihoz van kötve. Kinőtte a műlábát, a TB-re felírható protézis pedig használhatatlan. Abban van 2 alkatrész, a térdizület és a bokaizület, ami iszonyú nehéz, a térd csak önmagában 3 kg, amit a Bogi nem tud megemelni csak 3 lépésig. Ami megfelelő lenne, 1,5 millióba kerül, ebből 600 000 forint az önerő. Az egyesület hetekkel ezelőtt gyűjtést szervezett, a nyílt nap 400 és 200 forintos regisztrációs díjával is őket szeretnék segíteni. Sokan utaltak, néhányan nagyobb összegeket, és bár az információ még nem hivatalos, úgy tűnik összegyűlt a pénz. Én nagyon-nagyon szeretném itt és most, ebbe a pillanatban bárkinek megköszönni Magyarországon azt, hogy hát elérzékenyül az ember, nem szoktam, csak ritkán, hogy segítettek nekünk. Én nagyon köszönöm a telefonokat, és csak azért, hogy hívta föl bennünket, hogy tartsák bennünket az erőt, de én ezt elmondtam, azt hiszem a tegnapi folyamán, és ma is nap el fogom mondani, és még 365 nap, és 5 év, és 10 év múlva is, akinek legjobban köszönöm, az Bogi.
mert nem adta föl, és újra mosoly van az arcán, és hisz az emberekben. Az érzékenyítést jó néhányan kipróbálták, bár többségük látássérült, épp kíváncsiskodó kevesebb akadt. Milyen érzés volt levenni ezt a szemellenzőt a végén? Megkönnyebbültem, mert azért csak jobb, hogyha látom, és örülök, hogy én nem vagyok vak. A Szegeden élő Veronika végül különleges meglepetéssel készült, először hozta el kislányát Szentesre. A kis Lizi 4 hónapos, születésekor a férjével közösen fogadták örökbe. Idősebb vérszerinti gyermekük súlyos beteg intézetben él. Újra teljes család vagyunk, mondta Veronika, aki szerint függetlenül attól, hogy éppen vagy fogyatékkal éljük az életünket. Boldogulásunk kizárólag rajtunk múlik. És persze nem szabad elfelejtenünk, ami nekünk néhány izgalmas perc a sötét szobában, az másnak a mindennapi élet. Fú, ez nagyon durva. Szerintem nyissuk ki az ajtót. Ezt én csináltam. Ilyen van már Pesten. Csongrád megyében ez a legelső.